Hát kedves Kati néni, nagyon sok szeretettel fogadja születésnapja alkalmából ezt a kis csokrot, virágcsokrot. Köszönöm szépen! Másrészt pedig szeretném átnyújtani Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a üzenetét, egy ott emlék a formájában, hogy betetszett tölteni a 90. életévét. Ezt is fogadja nagyon sok szeretettel. Szabó Péter polgármester és dr. Hanol János a polgármesteri hivatal csoportvezetője köszöntötte a 90 éves Váci Józsefné Kati nénit szeptember 16-án. Kati nénit az Életfa Idősek otthonában ünnepelték családtagjai és az ott dolgozók körében. Korábbi betegségek folytán egészsége megromlott, a járókelete használatával ki tud mozdulni szobájából a közösségi programokra. Nagyrészt tévét néz, olvas. Ilyen neolvas, arra eltöltöm az időmet délelőtt. Akkor délután, ugye, akkor van az ebéd, minden. Akkor próbálok egy kicsit aludni. Van, mikor tudok, van, mikor csak pihenek. Azt akkor legtöbbször minden nap jön a lányom. Akkor, ha jó idő van, akkor kijövünk kihoz az udvarba sétálni. Ugye, akkor ma, mire bemegyünk, 4:45, akkor ma lassan a vacsora. Azt akkor ugye elmúlik a nap. Kati néni a 8 osztály elvégzése után korán munkába állt, szüleit követve ő is konzervgyári dolgozó lett. Mikor elvégeztem az iskolát, akkor is mentünk mindjárt dolgozni. Mert ugye abból éltünk, amit kerestünk, hát nekünk nem volt vagyonunk, meg ilyen, mint csak ilyen, hát mit mondjak, szegények voltunk, de nem annyira, hogy nem volt mit enni, vagy ugye ilyen szegényebbek, na. És abból étünk, amit kerestünk, de hála Istennek jó volt a szeretet, meg volt a családban is. És így jó volt, aztán elmúlott, aztán olyan gyorsan ment az idő. Az atomerőműben is dolgozott, majd 65 éves korától nyugdíjasként éli mindennapjait. Kati néni szeretett a kertben tevékenykedni, zöldséget termeszteni. Férje és fia már meghalt, lánya mellett 4 unokája és 4 dédunokája van. A hosszú élettitkát családi vonásnak tartja, hiszen édesapja is 94 évet megélt.